tapasztalatcserére gyűltek egybe az április 4-e TSZ-ben a környék termelőszövetkezeteinek állattenyésztői. Bacsó elvtárs boldogan mutatja vendégeinek TSZ-ük sertésállományát. De hallgassuk csak, miről is beszélnek. Ezek a tenyészkocsái. Itt van például a 15-ös, a kedves. Az ember ki se nézné belőle a 8 malacot, pedig legutóbb is annyi fiat. Az ott mellette a 31-es, az Irén. Annak csak 5 malacca volt. Tévedés lett ez, Bacsó elvtárs. Nézd, mennyivel jobb erébe van az a másik. Hát az ilyen csak több malac után. Pedig nem áld, azt ha mondja. Ha nem hiszed, ellenőrizheted a kutrisz alapjukon. Biztosan elírtátok a dolgot. Hunzottság az egész. Ma mutatok én sok malacos kocát, még ez a sok irka-firka se kell hozzá. Na hiszen nálunk csak ön szaporítja a malacokat. Az csak segít a munkában. Mit ér az? Tenyészállat, tenyészállat könnyű. Próbáljuk ki, kinek lesz igaza. Én állom a szalom. Állja-e a versenyt, ami vörös csillagunk alatt április 4. Ha állod, nem bánom. Itt a kezem, vállalom. Csűrös neki is látott a munkának. Nem sajnálta a szemét, kinézte magának süldőkocái közül a legszebbeket, ezeket állítja majd tenyésztésbe. Mikor elérkezik a búgatás ideje, Csűrös az ivarzó kocákra válogatás nélkül ráengedi a kanokat. Úgy gondolja, jó van ez így. Az a fő, hogy a koca legyen szép, a többi a kanok dolga. Nem így gondolkodik Bacsó. Ő már malackorban kezdi a kiválasztást. Gondosan lemérlegeli azokat, mert ebből tudja meg, melyik kocája milyen malacnevelő, s választáskor az anyjuk alatt válogatja ki a tenyésztésre szántakat. Így a legnépesebb, legfejlettebb és legegyenletesebb fajta tiszta almokból válogathat. Persze nála sincsenek csak kifogástalan malacok. Itt van például ez az alom. Tudja, hogy az ilyen egyenetlenül fejlett gyéralmot nem érdemes megtartani tenyésztésre. Az ilyeneket felneveli, hízóba állítja, s így válnak a termelőszövetkezet hasznára. Ennél a kocánál más a helyzet. Sok, jól fejlett malaca van. Bőven volt teje és gondosan nevelte malacait. Ezekből érdemes meghagyni tenyésztésre. Lám az az irka-firka is milyen jó segítséget nyújt. A kutrica lap azt is elárulja, hogy előző elléseiben is szapora és jó nevelő anyának bizonyul. Mielőtt végleg döntene sorsuk felől, közelebbről is megnézi a malacokat. Megvan-e a 10 épp csecsbimbója? A mangalicára jellemző fajta bélyegek, a fekete körmök, fekete farokbojt, fekete túró karima, szemöldök és szempillaszőrök. S csak azután dönt véglegesen, tenyésztésre alkalmas. Ezzel azonban nem ért véget a munka a kiválasztott malacokkal. Bacsóéknál helyes takarmányozással, egészségesen, edzetten nevelik sült ki azokat, mert csak így válnak szilárd szervezetűekké, és lesznek képesek nagy teljesítmény kifejtésére. Thank you.
havonta súlymérlegeléssel ellenőrzik a süldők fejlődését. Egyúttal megvizsgálják, hogy nem lépette fel időközben csecsorvadás. Amikor elérkezik a tenyésztésbe állítás ideje, Bacsó a kiválasztott süldőkkel megkétszerezi tenyészállót állományát. Így gazdagítja majd azok szaporulatával a termelőszövetkezet vagyonát. S mire az új anyák is lefialnak, a legelőhöz közel, egészséges, levegős fiasztatók várják az újszülött malacokat. Elérkezett a pároztatás ideje. 78-as. Ennek össze a bicskással. Bacsó párosítási tervet készített. Ebbe gondosan kijelölte, hogy melyik kocát melyik kannal búgatja, figyelembe véve azok belső és külső tulajdonságai. Nézzük meg, miért fontos a helyes kan kiválasztás. Azt Bacsó is tudja, hogy csak jó kantól várhat bő, jó szaporulatot. Az edzett, szilárd szervezetet, a szaporaságot, hízóképességet a kannál még fokozottabb mértékben meg kell követelni. Mert amíg egy tenyészkoca évente 10-20 malacnál, addig a kan több száz ivadéknál érvényesíti jó vagy rossz hatását. Nem hiába mondják azt, hogy az apa állat a tenyészet fele. Nél hamar ment a dolog. Megjöttek a malacok, de sajnos kevesen vannak. Ilyen szép kocáktól kétszer ennyit várna az ember. Tudja ezt Csűrös is, de most már nincs segítség. Leellette ő ezt az alig egy éves kocát is. De a túlságosan fiatalon tenyésztésbe állított kocáktól ő sem várhatott életerős malacokat. Az öreg borcsája sem tett ki magáét. Már az is cserben hagyta. Kár volt elhamarkodni a dolgot. Úgy látszik, mégiscsak Bacsónak lesz igaza. Ez a legszebb kocán. Szép. Hanem jól lenne, ha segítenél nekünk. Mert ha a tagság megtudja, hogy nektek ilyen sok malasztok van, nekünk meg... Hát oda a becsületem. Csináld úgy, mint én. Több a munka vele, de megéri. Nézd, ez itt egy 8-as. Ez 7-es.
ez a legszebb. 9. Hát ez valóban szép. Tudod, megpróbálom. Csak a tagság bízom meg bennem, bizisten olyan malataim lesznek, amilyen senkinek se volt. Nem bánta meg Csűrös, hogy megfogadta Bacsó tanácsát. A tőle átvett helyes kiválasztási módszer segítségével hamarosan olyan állománya lett, amilyen csak keveseknek akadt a környéke. Következetük a beadást tenyészállatban teljesítette. Az eredmény nem maradt el. Csűrös és Bacsó azóta is jó barátok. Mindig megbeszélik közös dolgaikat. Nem rejtik vék alá tudományukat, mert mind a ketten azt akarják, hogy minél több termelő szövetkezetnek és dolgozó parasztnak legyen ilyen sok-sok egészséges, életerős malaca.